A 4-es metró építésének határidői jórészt az elhúzódó alagútépítés következtében csúsztak jelentősen, és ez magával sodorta a többi munkafázist is. A kivitelezők közül egyre többen nyújtották be jelentős összegű, részben jogos többletköveteléseiket a határidők vagy a műszaki tartalom módosulása miatt. Ráadásul, ha az építkezést mégsem sikerülne határidőre befejezni, veszélybe kerülhet a projekt 181 milliárd forintos Európai Uniós támogatása. A 4-es metró járműveinek gyártójával, az Alstommal 2011-ben a főváros új vezetésének sikerült rendeznie a konfliktusokat. Az utolsó szerelvények épp most a napokban érkeztek meg Budapestre. Kárenyítés zászlaja alatt indult tárgyalások másik komoly megállapodását a Siemens-szel 2013 tavaszán sikerült megkötni. A Siemens által benyújtott követelések összege meghaladta a 70 millió eurót, ezt 30,25 század millió euróra tudta csökkenteni Tarlós István és csapata. A következő komoly lépcsőfokhoz 2013. szeptember 19-én érkezett a főváros vezetése, amikor is hosszadalmas és nehéz tárgyalásokat követően megállapodott a másik nagy kivitelezővel, a Svitelskivel. A cégünk életében egy példátlanul hosszú, sok vitával és sok feszültséggel terhes egyeztetésnek a végére jutottunk, és a mai napon szerződés módosítás keretében is tudjuk rendezni a Svitelsky Kft.-nek a Svitelsky Kft. 4-es metróval kapcsolatos követelésének a jelentős részét. Én úgy gondolom, hogy ehhez a fordulóponthoz, hogy el tudtunk jutni, az sok köszönettel tartozunk főpolgármester úrnak, helyetteseinek és a projektben résztvevőknek, hiszen fölvállalva múltnak egy nagyon nehéz örökségét, fölvállalva azt, hogy évek óta megoldatlan problémák által egy kaotikus helyzet teremtődött. Az egész helyzet, tehát elvitték a probléma megoldás irányában, szemben a korábbi éveknek a hozzáállásával. Ez a cég építette a Kálvin téri és a Rákóczi téri állomások szerkezetét, illetve végezte az összes állomás belső beépítését. Egyre egyszerűbb lesz a metró története, ami korábban rendkívül bonyolult volt. Ami itt történik a főváros részéről, és most egyelőre nem a Svitelskyről beszélek, az folyamatos kármentés. Nem olyan látványos dolog ez, de annál nehezebb. Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója, és Bognár Árpád, a Svitelsky Magyarország Kft. Ügyvezetője, Tarlós István főpolgármester jelenlétében írták alá azt a szerződésmódosítást, amelyben rögzítik, hogy a vállalat többletköveteléseit 16,3 milliárd forintról 9,7 milliárd forintra csökkentik, és hogy a 2014 tavaszára tervezett átadási határidőt tartani fogja a cég. Újabb, több mint 7, majdnem 8 milliárd forintot szereztünk vissza ezzel a módosított megállapodással a város számára, és elérhetővé vált a 2014 tavaszi befejezési határidő. A mi cégünk részéről minden akadály elhárult annak, hogy a metró márciusi átadása megvalósíthasson jó minőségben. Több más kivitelező követeléseinek csökkentéséről, a határidők pontos betartásáról, sőt, a munkák gyorsításáról folyamatosan tárgyal a városvezetés.